A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, rendhagyó módon kérem, engedjenek meg két rövid gondolatsort felolvassak. A vendégeim gondolatsora természetes az egyik. A mi kapcsolatunk egy szerencsés csillagzat alatt született, én azt gondolom, mert nagyon nagy szerencse, hogy mi akarunk együtt lenni, nagyon nagy szerencse, hogy meg akarjuk oldani az esetleges konfliktusainkat, ha van. Nagyon nagy szerencse, ha mindketten akarjuk, nagyon nagy szerencse, ha egy irányba nézünk. Szóval ezek olyan dolgok, amik ha így összeérnek, akkor az csak jó lehet. A másik pedig a szerelem egy nagy csapda, amíg tart, gyönyörű festményt látsz, ha elmúlik, kiderül, csak én pingáltam valamit a vászonra. Ezt legalább 10 éve mondhattam, mondja a hősöm, mert most árnyaltabban látom az a jó festmény, amit együtt csinálok a társammal, vagyis az az igaz szerelem, amit együtt élünk meg, amit közösen hozunk létre. Vendégem pedig Miller Zoltán, tisztelettel köszöntelek, és Vágó Bernadett. Nagyon szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy pénteken a Köfél Művelődési Házban ideért, hála Istennek, a Miller 50 az elmúlt hány év is zenei anyaga? Most már 31, igen. Mint egy, tehát egy emberöltönyi távolságból választottatok. Ez így nagyon szépen hangzik. Egy olyan dolog. No, viszont ahhoz, hogy megértsük azt a készfogást, azokat az egymásra tekintéseket, amelyeket például a Magyarország Szeretlek műsorban is látunk, és voltak éppen minden egyes dalban, amit együtt énekeltek, ahogy egymásra néztek, az egészen különleges, én azt hiszem, hogy az példa arra a szeretetre, szerelemre, ami meghatározó lehet mindenki számára. Tehát menjünk vissza 2016-ra. Tegyük ezt. Azért még annyit hozzátennék neked, hogy nem csak, hogy elértünk hozzátok, hanem ez lesz az első gyakorlatilag, ami a turnénak a keretében kvázi elindul így országosan, úgyhogy ti vagytok az elsők. No, tehát nem az arancs, nem a nyitja, a rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Ez egy utasi rövid gondolat, és ez így történt valahogy veletek is. Igen, ugye 2016-ban, sőt, hát ugye 15-től datálódik ez a találkozás, hiszen a Madách Színház Nyomorultak című produkciójában kezdtünk el együtt dolgozni, mert ugye ott azt tudni kell, hogy ugye 3 szereposztás van, tehát azért az nem egy rendszeres találkozást feltételez ez a dolog. Illetve maga a darabnak a története is ugye igazából Javert és Jean Valjean köré épül, vagyis hát azt mondanám, hogy Jean Valjean és Javert köré épül, és ugye ebből a legelején van egy, mondhatni, ugye a darabban egy kicsit hosszabb, de azért az előadásban egy rövidebb találkozás Fantinnal, hiszen Berni a Fantint alakította ebben a produkcióban. És aztán én kiváltam ebből a dologból, és utána 2016-ban újra próbáltuk ezt, mert csak kiváltam, ez csak annyi a történet hűsége miatt, hogy én a szegedi bemutatóban nem voltam benne, és utána a madácsos bemutató pedig 2016-ban volt, és akkor újra elkezdtünk próbálni, és akkor ott történt valami, és a többi, ahogy már mondtad, történelem. Miként élted meg? Ez kicsit olyan lehet, mint Szulamit. Ha idézhetek, mint Salamon király mondta Szulamitnak, hogy úgy találtalak meg, mint a gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, míg végül a tenger fenekéről felhozza azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. Ez valami hasonló a ti történetek. Hát nekem nem volt ennyi kosaram. Én mindig is szinte otthon ülve vártam az igazit, de nem gondoltam volna, hogy régóta ismertük egymást a szakmából, és tényleg ez egy villámcsapás volt, hiszen tiszteljük egymás munkásságát, tudunk a másikról, volt, hogy voltunk együtt meghallgatáson, de nem dolgoztunk együtt, és talán váratott az élet arra, hogy megérjünk mind a ketten arra a pillanatra, ami megtörtént köztünk. Egy
még nem is előadás, egy főpróba volt, amikor Zolival megöleltük egymást, hogy minden kollégámat ott a színpadon, de jó, úristen, gratulálok, mindjárt lesz a premier, és elérkeztünk egy olyan szintre, hogy ezt már szívesen bemutatnánk, hiszen készen vagyunk a darabbal mondhatni. És Zolival megöleltük egymást, és azt éreztem, mint Yin és Yang, amikor úgy illeszkedik. Tehát tényleg ugye a koronába a gyöngy, amit mondtál, hogy az az ölelés, az azóta is azt gondolom, hogy egy olyan erővel bír, hogy... Terveztétek a mindennapjaitokat, a hétköznapokat? Hiszen tulajdonképpen mi azt látjuk kívülállók, hogy számotokra minden egyes pillanat, mikor közösen ott vagytok az ünnep. De azért a hétköznap nyilván más. Én egy kicsit spontánabb vagyok, én azt gondolom, így a hétköznapok tervezésében. A Berni inkább tervezőbb ebben a dologban. Aztán, hogyha például ez egy érdekes dolog, hogyha utazásra kerül a sor, akkor mondjuk én vagyok az, aki a tervező, a logisztikai menedzser. Szóval teljes mértékben kiegészítjük egymást. Igen. Azt gondolom, az élet megtanított minket a szakmánk során is, az előéletünk, a gyermekkorunk során is arra, hogy, vagy kapcsán arra, hogy megéljük a pillanatot. Úgyhogy tulajdonképpen úgy vagyunk, és ez jó. És nem csak a színpadon együtt lenni ünnep, hanem a hétköznapokban is nagyon hálásak vagyunk, hogyha együtt tudjuk tölteni. Meg igen, a minőségi időtöltés. Igen, értem, mert hogy hiába három gyermekünk van, három felé, igen. Tulajdonképpen tehát én palátáról dolgozom, mert hogy kettő investált gyermek. Igen, hát a mozaik család felelősség az egyértelmű. És van egy csodálatos 6,5 éves kislányunk, és közösen egy irányba nézve együtt gondolkodunk abban, ahogy őt neveljük, tehát nincs nézeteltérés. Fontosak a tervek, bár tudjuk, hogy aki tervet mond, az néha csak eshetőségre gondol, de nincs kétségem felőle, hogy vannak terveitek, voltak terveitek. Tehát ugye 8 esztendőt telt el, mióta házasságot kötöttetek. Igen, az ugye az 2017, tehát most lesz majd 7. Illetve 7. Egyébként, de maga a találkozásunk, tehát ahonnét a mi kapcsolatunk datálódik, az bizony elmúlt 8 éve. No, tehát akkor azok a tervek, amelyeket szőttetek, azok teljes egészében megvalósultak? Én most így azt mondanám neked, de én egyébként előtte is így éltem az életemet, hogy én nem nagyon terveztem. Tehát tulajdonképpen most így elmondva az, hogy eltelt 8 év, az már önmagában szerintem döbbenetes. Igen. Tehát, hogy nem, de tényleg, tehát, hogy úgy elröppent ez a 8 év, azért az pedig az nem kevés. Tehát, hogy ez nem egy kevés idő. És ahogy a mi kislányunkat, Bellát sem terveztük, hanem úgy adta a mindenség, az ég, a jóisten, ki miben hisz, ezt mindenkinek meghagyom, hogy ezt nyugodtan válassza meg. Nem tervezünk, találkoztunk, és ez egy csodálatos, szenvedélyes szerelem, és azt gondoltuk, hogy hát egy csomó időnk van utazni erre, arra, de aztán arról beszélgettünk egyik este, december 20-akárhanyadikán, de hát ki emlékszik rá, én pontosan, hogy egy magasabb szintre emelnénk a kapcsolatunkat. De én azt gondoltam, hogy Zoli már nem feltétlenül akar családot, hiszen van már két gyermeke, és akkor erről beszélgettünk, és aztán januárban a nőgyógyásznál ültünk, hogy rendben, akkor szóval ember, így tervezünk, nem tervezünk, ez nyilván terveztünk a családot, meg hogy egészségesek vagyunk, meg sok időt együtt tudjunk tölteni, minden megadatik, és hát nyilván a koncertet is. Na, azt megterveztük. Na, azt terveztük, sőt, majd még így a jövőben is van egy-két olyan szakmai terv, amit meg fogunk valósítani közösen is. Szóval szakmailag is vannak terveink, az de élet pedig. Az élet pedig megy, és ahogy mondta Bernadett is, hogy Berni, meg kell élni a pillanatokat, tehát azoknak örüljünk. Nem kell mindent, erről is beszélgettünk előtt, hogy nem kell mindent megmagyarázni, nem kell mindent érteni. Hanem érdemes néha csak élni az életünket. És erre egyébként példa a pályaíved is. Én azt gondolom, hogy az egyenletes mindenféle értelemben, és ha tetszik, legalábbis én a kívülálló szemével azt mondom, hogy ez kicsúcsosodott attól a pillanattól kezdve, amikor megismerkedtetek, hiszen nagyon kevés olyan pár van, akiket ha látunk bármelyik fórumon, akkor nem csak, hogy egymás kezét fogjátok, hanem a szemeteken látszik
az, a, az a mélységes szeretet és szerelem. Ez benne van a ezt Magyarország szeretlekben, benne van bármely darabban, amikor énekeltek bármiről együtt, már pedig ez gyakorta előfordul. Örülök, hogy átjön, mert mi szeretünk együtt lenni, és szeretünk együtt dolgozni. És nagyon hálásak vagyunk, hogy azokat a visszajelzéseket kapjuk, amiket érzünk is, hogy működik együtt a színpadon is. Tehát nem csak a magánéletben működünk jól igen, együtt, hanem... Igen, mert az két külön dolog, tehát, hogy ez nem egy eleve... Nem minden házaspárnak működik igen. A színpadi élete, ha mondjuk színészekről beszél, vagy orvosházaspár, ne úgy fogd a szikét, tehát, hogy... Nekünk ez tökéletesen működik. Bella születése mennyire változtatta meg a szakmai pályafutásodat? Hiszen az enyém nagyon, mert én lubickolok az anyaságban, és nem is rohantam vissza a színpadra, és amikor eljött az ideje, hogy rendben, akkor a Bella óvodát kezd, én pedig visszamegyek a színpadra, akkor a világ állt le a pandémia kapcsán, és akkor még kaptam plusz 2 évet. De ez rendkívüli felelősség a visszatérés mindenképpen, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy kedvelt, közkedvelt, elfogadott tagja voltál a színházadnak. Így van, sőt a megismerkedésünk egyik nagyon fontos része és élménye az én életemnek, hogy én szimultán próbáltam duplán a Madách Színházban, és itt Székesfehérváron az Abigail című musicalt éppen akkor csináltuk 2006 elején, és ez egy nagyon kedves emlék nekem. A színház, a közeg, a kollégák itt Székesfehérváron, és mivel én a Budapesti Operett Színházban dolgoztam 10 évig, nyilván a Thália Színház, meg a Pesti Magyar Színház egy-egy ajándék volt, kikacsintás, de a Budapesti Operett Színház kötelékeny belül. És eljuthattam ide Székesfehérvárra, pedig azért az egy zárt közeg. A Budapesti Operett Színház nagyon szereti a sajátjait, de ez nagyon jó volt. Hogy nagy felelősség volt újra kezdeni az apaságot? Tehát egy töpörtyűvel, hiszen a gyermekeid akkor már megnőttek. Igen. Igazából hogy mondjam, tehát nem is tudom, hogy ezt lehet-e újra kezdeni. Ez én így most visszatekintve, ugye, csak most hagyj csévéljek vissza egy 28 évet, ugye, amikor a Dávid meglátta a napvilágot, ugye, a fiam, akkor én voltam 22 és fél éves. Nem hinném, hogy az a típusú, habitusú ember voltam ugye első látásra, akinek ez való lehet. Tehát, és mégis az embert az élet valahogy olyan feladatok elé állítja, vagy olyan impulzusokat kap, amire olyanra is képes, amire nem gondolta volna, hogy képes lehet. Vagy ez neki lehet egy feladata. De valahogy én azt éreztem, hogy ezt nem tudatosan, de hogy az emberre soha nem mér az élet olyan feladatot, akármennyire kemény is az esetleg. Most itt nem erről beszélünk, mert egy apaság annak persze vannak, hogy mondjam, fajsúlyosabb részei, de azért az egy öröm. Tehát, hogy öröm apának lenni, az nem csak azt gondolom, hogy a lányom vagy fiam esküvőjén lehet öröm apának lenni, hanem apának öröm lenni. És talán az, hogy én most hogyan teljesítettem ezt a kihívást az elmúlt, nyugodtan mondhatom ezt, a Bernivel is ugye megbeszéltük, hogy én 22 és fél éves korom óta járok szülői értekezletekre, óvodába, bölcsőde, az mondjuk kevesebb volt ilyen szempontból, vagy az iskola, vagy valami, tehát nekem mindig így ez valahogy ez az életemnek egy olyan szerves és fontos része, ami nélkül nem lehetnék az az ember, aki vagyok, és én nagyon boldog vagyok ettől, mert tényleg valahogy az élet mindig, amikor már az egyik már kezdett volna egy kicsit önállósodni, jött a következő gyermekem. Ő is már kezdett volna egy picit önállós, jött a következő gyermek. Tehát, hogy ez nekem egy életfeladat, és én ebben nagyon... 28 éves. Igen, tehát, hogy én most vasárnap, úgyhogy nem tudom, illik-e előre köszönteni, de nagyon sok szeretettel kívánunk neki. Így van. Sok születésnapod, de hogy 28 éve vagy édesapja, és erről nagyon így van, és az, hogy ez hogyan alakult, vagy hogyan nem, arra talán a legjobb példa a legjobb tükör ebben az én három gyermekemnek az együttléte, vagy az egymással való kapcsolódása és a kapcsolata. Tehát szeretet. Igen, tehát, hogy ez egy nagyon... szó mindenképpen. Én nyugodtan, én nem is szoktuk használni ezt a féltestvér. Abban a szóban, hogy apa.
Én ennyi szeretetet nem is nagyon hallottam még. Ahogy a Dávid tudja mondani, hogy apa, ahogy Emma, 14 éves nagylányunk, apa, és hát ahogy a pici mondja, hogy apa. Most is ő van egyébként kint, azért kacsintok így néha kifelé, igen, mert kacsingat a kicsi. Úgyhogy ez egy... Tehát ez mindenképpen megerősítést jelent, de ez érződik talán a színpadon is. Tehát azt a biztonságot nyilván az a háttér adja meg, az a biztos családi háttér, az a szeretettel teljes, szerelemmel teljes háttér, ami azért valljuk meg, hogy ebben a felgyorsult világban nem igazán megszokott. Nem megszokott, bár ugye a mi pályánk, meg alapvetőleg a művészi, kreatív pályáknak egyben egy ajándéka is valahol, egyben egy nagyon furcsa visszás része az, hogy sokszor mi értelemszerűleg abból is nagyon-nagyon komoly dolgokat tudunk meríteni a színpadon, ami az életünkben, a magánéletünkben mondjuk tragikus. Tehát ugye egy színésznek gyakorlatilag maga a színpad, maga a színház, az lehet egyfajta pszichológiai háttér, amivel egy picit ki tudjuk magunkat rántani a saját magánéletünkből, akkor, ha éppen az nem egészen úgy alakult, mint ahogy ezt az ember szerette volna. Tehát, hogy ez egy ilyen szempontból egy nagyon furcsa és nagyon csodálatos pálya egyben a miénk művészként, de természetes az, hogy azért azzal a fajta, inkább azt mondanám, hogy az előadások után érzi az ember azt, hogy mennyivel másabb egy megformált szerep után lezuhanyozni, beülni az autóba, hazamenni, mint amikor az a haza az nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk most jelenti nekünk a hazamenetet. Egyébként a mosoly a lényetekből fakad? Igen, azt gondolom, hogy pozitív gondolkodású, vidám emberek vagyunk, és nyilván beszélgetünk a szerelemről, meg a kapcsolatról, amiért meg kell dolgozni. És nyilván vannak olyan időintervallumok, amikor egy picit többet kell érte dolgozni, de azt gondolom, a mi titkunk az, hogy akarunk tenni érte, és akarjuk, hogy ez működjön, tehát hogy munkát is fektetünk bele, tehát ez nem hullik az ölünkbe. Igen, ez nem csak úgy van, ez tény is való. Azért azt tudni kell, hogy mind a ketten eléggé erős akaratú és habitusú, erőteljes habitusú emberek vagyunk, tehát azért nálunk is megvannak a konfliktusok, de szerintem akinél nincsenek konfliktusok, annak lehet, hogy jobban a házatáján körbe kell néznie, mert azt gondolom, hogy ez egy velejárója annak, hogy egy emberi kapcsolatról beszélgetünk, de amit a Berni, és itt a kulcs tényleg, hogy meg akarjuk oldani. Lehet, hogy nem könnyű, de meg akarjuk oldani azt a feladatot, ami egymással kapcsolatban ránk vár. No, megérkeztünk péntekhez. Igen. Egy utasi röviden, ingyen idő májusi potomság, csillagerővel nyílnak a rózsák. Ugye ezt folytatja, csak kicsit másként. Honnét jött a gondolat, hogy a Miller, hát az 50 az egyértelmű, az adja magát. Igen. És én örülök neki, hogy Székesfehérváron kezditek, de egy kicsit beszéljünk ennek a felépítéséről, hiszen a Köfé Művelődési Ház meggyőzésem zsúfolásig tele lesz, és mindenütt másút, hiszen országjáró körútra indultok. Köszönjük ezt az első lehetőséget, hogy mi ezt feldolgozhatjuk. Mi is úgy szintén. No, akkor beszéljünk erről a Miller 50-ről. Ugye, ha ezt mondhatom, ennek van egy picit tradicionálisabb háttere ennek a dolognak, ugye legutoljára a Miller 40-et ünnepeltem meg, amit egy nagy koncerttel tettem az Erkel Színházban, akkor még ugye mi nem ismertük egymást, mármint hogy magánéletben, ugye szakmailag már említette a Bernő, hogy azért ismertük egymást, és én mindig ilyen nagyobb koncerteket csináltam eddigi pályafutásom során. Tehát akár az emberekkel, az 5 éves, a 10 éves, a 15 éves, a 20-at azt kihagytuk. Tehát, hogy mindig egy ilyen kvázi, mondhatjuk azt, hogy ilyen jubileumi pillanatban, a számunkra jubileumi pillanatban úgy megünnepeltük ezeket a dolgokat kisebb, közepesebb, nagyobb budapesti koncertekkel.
És most azt éreztem, hogy, és itt is volt egy nagy budapesti koncertnek az időpontja már befoglalva, amit hát nem az utolsó pillanatban, mert természetesen korrektül jártunk el az adott helyszínnel szemben, de akkor, amikor már a végleges döntést meg kellett volna hozni, akkor azt mondtam, hogy inkább nem. Tehát nem szeretnék most már egy nagy koncertet csinálni, hanem azt éreztem, hogy azt a pályafutást, azt a 31 évet, azt az 50 évet, azt én úgy szeretném mindenhová, ahol erre kíváncsiak, oda elvinni, és nem egy koncertben összpontosítani mindent gyakorlatilag, és arra az embernek felszívni magát a szó nemes értelmében, de mégis akkor arra az egy pillanatra oda tenni, és utána elfelejteni. És ebből nekem annyi volt az életemben eddig, most idézőjelben lehetett volna sokkal több is, de annyi ilyen volt, hogy én most biztos, hogy ez is a mi kapcsolatunknak is egy hatása, meg az, hogy az ember érik és fejlődik, legalábbis reméli, hogy pozitív irányba, hogy most azt mondtam, hogy én nem egy lapra akarok mindent feltenni, hanem csinálok egy összeszokott bandával egy koncertet, amit akkor szépen elviszünk így az országban, és hívjuk úgy, hogy egy országos turnéra indul ez a koncert. Az 50 év az adott, amit mondtál, a 31 is azt gondolom, hogy arra predesztinálja ezt a produkciót, hogy azért legyen mit megmutatni abból, ami abban a 31 évben, 30 évben megtörtént szakmailag, és töltsünk el egy csodálatos estét együtt úgy, hogy természetesen ott van egy sztárvendég, nyugodtan hívhatom sztárvendégnek, mert erre más titulus nincsen igazából a magyar nyelvben. A vendég az olyan vendéglátós ízű, vagy ilyen otthoni, és a Bernadett is olyan dalokat hoz, amik az ő életében nagyon-nagyon fontosak a pályafutásában, illetve a szakmaiságában. Nyilván a műsor felépítése is kapcsolódik ahhoz, amit elmondtál, hiszen azért egymásra vagytok ebben az értelemben utalva, nem csak egyedül, hanem hogy itt vagytok ketten együtt, és ez nagyon-nagyon fontos. Ugye nekem itt is eszembe jutott most egy Somlyó, a boldogtalanságról írta, hogy ti az ellentetje vagytok. Ugye ő kérdezi, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbe esettem, mímelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Tehát én azt gondolom, hogy belőletek úgy fakad, mint a virág a boldogság, hogy tehát jó nézni. De jó. És én bizonyos vagyok abban, hogy a Köfém Művelődési Ház és szerte az országban a turné során minden egyes művelődési ház vagy színház megtelik. De azt tudjátok-e, hogy ez óriási felelősség? Természetesen tudjátok, de miként élitek meg? Mármint az, hogy ennyi ember majd eljön, és valahogy nem tudom, ennek ugyanúgy, mint amiről beszélgettünk is, hogy nem kell mindent megérteni, ennek én tehát elég tisztában lenni a felelősséggel, nem kell azt az embernek szerintem súlykolnia, tehát hogy én azt hiszem és azt tudom, hogy amit mi felépítettünk magunkat emberként, művészként, azt érdemes oda kitenni arra a színpadra, és majd mindenki ezt úgy értékeli, aminek értékeli. Azzal is, hogy eljön, meg azzal, ahogy majd érzi magát. A felelőssége az hogy mondjam, tehát, hogy ez egy adott dolog. Tehát egy színésznek, egy művészembernek mindig van felelőssége, de hozzáteszem, minden embernek, aki a Földön él, annak van felelőssége. Mindennel, a cselekedeteivel, a tetteivel, a hétköznapjaival, a szabadságával, mindennel van. És persze mindannyian hibázunk, és mindannyian követünk el olyan dolgokat, amikre mondjuk azt mondjuk, hogy kevésbé vagyunk büszkék, de én azt gondolom, hogy minden egyes hiba szükségeltetik ahhoz, hogy az ember olyan ember lehessen, amilyen. Ámen. Én pedig azt kívánom, hogy találkozzunk, most fogunk találkozni a Miller 50-en, de találkozunk a Miller 60-on, Miller 70-en. Így legyen. Minden, és akkor is élő zenekarra jövünk majd. És addig a Bella is már nagy lány lesz, és meglátjuk. És már ők fognak helyettünk énekelni, meg majd ülünk az első Nincs kétségem felül, egy gyönyörűséges ifjú hölgy lesz akkor már.
Köszönöm nagyon szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit bennünket, és kedves nézőink, önöknek is azt kívánom, hogyha a programot még nem találtak ki maguknak péntekre, gyönyörűséges, szép idő lesz, ennek ellenére látogassanak el a Köfén Művelődési Házba, a Miller 50, az elmúlt 30 év zenei anyagával találkozhatnak Miller Zoltánnal és Vágó Bernadettel. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.